Itt vagyunk Kolontáron, előbb már készítettünk itt egy filmet. Ez pedig itt az egykori iszaptározónak egy része. Tehát nem az egész, ez egy hatalmas iszaptározó, zagytározó volt. Ez az, amit elektromágneses rádióhullámokkal, meg ott is látható a zagytározónak a másik része, ott hátul. A gát, gyakorlatilag a gátja. Azt a gátat szakították át elektromágneses rádióhullámok technológiájával. Hype technológiával, és ami azon túlmutat. Azzal a technológiával, amelyel földbolygó szerte kontinenseken és országokban okoznak földrengéseket. Ahogyan Fukushimánál is megcsinálták az árvizet, pontosabban a szökőárt, és tönkretették az atomerőművet, ami azóta is sugároz és mérgezi az óceánt. Itt pedig ökológiai katasztrófát okoztak Kolontár mellett, besugározták rádiófrekvenciákkal, elektromágneses rádiófrekvenciákkal a zagytározónak a gátját, és felrobbantották. Röviden ennyi lenne. Hogy miért csinálták, és miért sem, ezt nem tudjuk. De meg kellene kérdezni a magyar államvezetőket, pontosabban követelni kellene tőlük, név nélkül mondva, mindegy, hogy milyen kormány van hatalmon, és ki éppen a miniszter, ki a személye, mi a neve, milyen párthoz tartozik, hogy ismerje el, hozza nyilvánosságra az időjárás fegyvereket, az időjárás és a földrengés fegyvereket, és ismerje be, és hozza nyilvánosságra az elektromágneses rádió technológiát, hozza nyilvánosságra a HIRE technológiát, az időjárás fegyvereket. Ne nézzék már hülyének a lakosságot. Ne nézzék hülyének, hogy gyakorlatilag úgy irányítják már az időjárás, mi a istenek lennének. Föltekerünk a pótméteren, visszaveszünk, télen nyárt csinálunk, nyáron télt csinálunk. Ide földrengést okozunk, amúgy meg szökőárt árvizet, ott meg gátakat, meg atomerőműveket robbantunk fel. Be kell ismerni a katonai technológiát, és hogy fegyvernek használják a lakosság ellen. És ez mind függetlenül attól, hogy melyik kormány van hatalma, és mi a miniszterelnöknek a neve. És a pártállása, és a világnézete. Miért hagyják, hogy népírtsák a lakosságot? Miért hagyják, hogy tönkretegyék az embereket? Miért nem lehet elismerni? Miért nem lehet tenni ellene? Miért nem lehet harcolni a rendszer ellen?